Szeretettel köszöntelek benneteket. Csendes is lesz szívemet, hogy halljam hangodat, énekeltük az előbb az énekben. Illés prófétának az egyik története jutott eszembe, amikor legyőzi a 450 Baál prófétát, és Jézabel, a gonosz királynő üzen neki, hogy halálra fogja keresni, akkor Illés megijed, maga alá kerül, depressziós hangulatba, meg akar halni, és Isten angyala érkezik meg hozzá táplálékkal, majd miután kialudta magát, az a parancs jön, hogy 40 napon keresztül gyalogoljon át a pusztán, és jelenjen meg az egyik hegyen, ahol majd találkozni fog Istennel. Amikor Illés megérkezik arra a hegyre, akkor Isten először egy hatalmas szélvihart küld, majd utána tűz söpör végig az egész hegységen, és ezt követően pedig földrengés, hatalmas földrengés rázza meg a hegyet, de egyikben sem volt ott az Isten, hanem miután lezajlanak ezek a természeti erők, akkor pedig egy szelíd csendes hang szólal meg, és az már az Istené volt. Csendes is le a szívemet, hogy halljam a hangodat. Szükséged van neked is, és nekem is arra, hogy a zűrzavaros mindennapjainkban legyenek olyan pillanatok és olyan alkalmak, amikor elcsendesedünk. Így is nevezzük a csendesség pillanatai. Tarts csendességet. A vasárnap egy különleges nap, az Úrnak a napja, amikor el kellene te is, meg én is csendesedjünk, amikor a pulzus számunk normálisra kellene csökkenjen, amikor a pörgő agyunk, gondolataink le kellene lassuljanak, és koncentráljanak az Isten hangjára. Akkor a kegyelem az, hogy az Istennek van ereje arra, és akarata arra, hogy lecsendesítse a szívünket. Gyertek, kérjük ezt, hogy meghalljuk a hangját az ige által. Istenünk, hálát adunk, hogy te adtad és szerezted ezt a napot, a pihenésnek a napját. Azért, hogy feltöltekezzen a testünk és a lelkünk,
azért, hogy a harc, a küzdelem, a problémák, a munka, a nehézségek között újból és újból megálljunk és időt szálljunk arra, hogy lecsendesedjen a belső emberünk, és megnyíljon a fülünk, és megnyíljon a szemünk arra, hogy vele találkozhassunk, meglássunk téged, meghalljuk azt, amit akarsz. Urunk, kérünk, hogy tedd ezt most is velünk. Kérünk, drága Szentlélek, hogy jöjj és törzs be a szíveinket, a gondolatainkat. Légy Úr felettünk, Istenünk, és add, hogy mi emberekként meg tudjunk állni, és le tudjunk csendesedni, és kíváncsian, vágyakozva, gyönyörködve benned figyeljünk téged. Kérünk, add meg nekünk ezt ezekben a percekben. Amen. Igét fogok olvasni a Lukács evangéliumából, a 13. részből. Lukács evangélium a 13. részének a 22. ige versétől olvassuk az igét. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva, mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón. És így szóltok, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek. Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani. Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre így szól. Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőle mindnyájan ti gonosztevő. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás. Amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Most a koronavírus körüli dolgokkal van tele a média, sajtó, családjaink, a beszélgetéseink. Ezelőtt néhány hónappal, egy-két évvel pedig tele volt a média, sajtó és a családjaink a menekült áradatnak a kérdéseivel. És ebből szeretnék egy illusztrációt hozni, egy gondolatot hozni, ami az igehirdetés mondani valóját próbálja egy picikét segíteni, jobban megérteni. Emlékezzünk csak arra, hogy mekkora harc volt az, hogy zárjuk le a határokat, vagy ne a menekültek elő. És a kérdések, ilyen kérdések voltak, hogy vajon korlátlanul tárjuk ki a kapuinkat, és jöjjön be bárki, aki csak akar az országainkba? Vagy pedig teljesen zárjuk le a határainkat, hogy seki sebe senki ne jöhessen az állampolgárainkon kívül? Esetleg ellenőrzötten és szelektíven lehessen átlépni a határokat? Jézus mindenfele járt, és ezt olvastuk az igéből, hogy közeledett Jeruzsálem fele, a főváros fele, és megállt minden faluban, minden városban, és nem tett más, mint hogy hirdette az evangéliumot. Az evangélium az örömhírt jelenti, az Isten országának az örömhírét. Hogy az Isten nem mondott le rólunk, hogy az Isten szeret bennünket, és az Isten készül arra, hogy az ő haragját kielégítse, az igazságos ítéletét, az igazságos haragját kielégítse azzal, hogy feláldozza az egyszülött fiát. És amikor Jézus ott járt faluról falura és városról városra, és prédikálta az evangéliumot, akkor az emberek szembe találták magukat az Isten országának a létezésével, szembesültek azzal, hogy az Isten országa közel jött az emberekhez, eljött ennek az ideje, és azzal is szembesültek, hogy lehet az Isten országába belépni, lehet hozzá tartozni, és nem is csak egy opcionális dolog ez, egy lehetőség a sok közül, hanem az egyetlen lehetőség az életre, az örök életre, és ezért életbe vágóan fontos üzenetet hozott Jézus az evangélium által. Aztán egy ilyen alkalommal, amikor Jézus ott volt egy helységben és prédikált, oda jut hozzá egy ember a gondolatával, a kérdésével, és feltette Jézusnak a kérdést, és azt kérdezte Jézustól, hogy vajon kevesen fognak-e üdvözülni. És ez a kérdés egy rossz megközelítésből feltett kérdés.
Miért mondom ezt? Miért tesz fel az ember ilyen kérdéseket, amik rossz irányból vannak megközelítve? Elmondok három gondolatot. Ha egy ember igaznak tartja magát, akkor egyfajta rossz indulatból tud ilyen kérdést feltenni, mégpedig azért, hogy biztosítsa a felsőbbrendűségét a többi emberrel szemben, és a saját igazát, igazságát a többi emberrel szemben. És szeretné tudni a választ Istentől, és szeretné hallani azt, hogy igen, tényleg kevesen vannak, akik üdvözölnek. És az a kevés között én biztos, hogy ott vagyok, mert én igaz vagyok. Szeretne zárt ajtókat az ilyen ember. Zárt ajtókat, amik mögött ott van ő, és ott van az a néhány kevés ember, aki igaz, és a többiek pedig ki vannak rekesztődve, mert bűnösök. Aztán felteszi rosszul ezt a kérdést, rossz irányból a kérdést az az ember, aki az átlag emberek közé tartozik. Átlag embernek tartja magát. Se rossznak, se jónak, jónak is, meg rossznak is, attól függ, hogy az éremnek melyik oldalát nézi épp az ember. És az ilyen ember, mivel átlag embernek nézi magát, és úgy látja, hogy a világon a legtöbb ember ugyanabban a helyzetben van, mint ő, akkor általános bejárást szeretne az Isten országába. Szeretné hallani Jézustól azt, hogy azért a legtöbb ember bemegy az Isten országába. Hogy ott leszel, hogy ott leszel, mert egy jó ember vagy. Bár vannak hiányosságaid, bűnöcskéid, mégis ezek az emberek bemennek az Isten országába. És egy harmadik kategóriát is szeretnék megemlíteni, az a bűnösöknek a kategóriája, azok az emberek, akik bűnösnek tartják magukat, egyértelmű az életükben az, hogy elrontottak nagyon-nagyon nagy dolgokat az életükben, súlyos bűnöket elkövettek, és beismerik ezt, tudják ezt magukról. És az ilyen ember szeretné hallani azt, hogy végül mindenki az Isten országába bemegy. Hogy az Isten kegyelmes, és szereti az embert. Krisztus meghalt minden emberért, és bemegy mindenki végül is úton, módon, valahogy az Isten országába. Vajon melyik az igaz a három közül? És én szeretném azt mondani az Isten igéje alapján, hogy egyik sem igaz. Egyik megközelítés sem igaz. A valóság az, hogy igazság szerint senki nem mehet be az Isten országába. Igazság szerint, az Isten igazsága szerint senki nem mehet be az Isten országába. Nincs igazságunk a belépéshez. Nem ütjük meg a mércét. Az igazságunk olyan, mondja a próféta, mint a vérbe mártott ruha. Szennyes, undorító. Az engedetlenségünk, a lázadásunk következménye a teljes kirekesztés volt. Amikor ott az Édenkertben igent mondtunk az ördögnek és nemet az Istennek, akkor ennek a következménye az lett, hogy az Isten kirekesztett bennünket az ő jelenlétéből. Lángoló pallóssal őriztette, lángoló pallós tartó kérubbal, angyallal őriztette Isten az Édenkertnek a bejáratát, hogy senki ne férjen oda az életnek a fájához. Az Ószövetség idején Isten ezt bizonyította be nekünk, az ő népén keresztül, az ő népe életén keresztül, a népének adott törvények betartásán, vagy nem betartásán keresztül, hogy mi nem tudjuk megtartani a törvényt. És cselekedetek által nem tudunk üdvözölni. Lehetetlen az üdvösség. Az Ószövetség idején ez történt. Újabb és újabb történeteken keresztül látjuk ezt megvalósulni. Jézus válaszát figyelmesen vizsgáljuk meg. Jézus ad választ ennek az embernek, és meg kell figyeljük, hogy Jézus hogyan reagál erre a kérdésre, hogyan igazítsa ki ezt a kérdést, és hogyan hozza az emberek elé azt a valóságot, ami az Istennél van. És hogyan rombolja le az embernek a hiúságát, hogyan rombolja le az embernek a téves, a hazug vágyait és álmait. Azt mondja Jézus, az egyik válasz, amit mond Jézus, az az, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun. És amikor olvasjuk ezt a mondatot, akkor egyértelmű, hogy Jézus azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni most a szoros kapun. Mert majd sokan akarnak bemenni. De akkor majd késő lesz.
Most igyekezzetek a szoros kapun bemenni hamar, mert majd, amikor lejár a kegyelem idő, akkor kevesen fognak bemenni. Mit jelent ez a most? A most a kegyelem idejére vonatkozik, amiben most benne vagyunk. Jézus óta, Jézus mennybe menetele óta benne vagyunk ebbe a kegyelmi időszakba. Igen, Isten adott ilyen időt, az evangéliumnak az idejét, a kegyelemnek az idejét, az Isten országába való bemenetelnek az idejét. És elegendő időt adott az emberiségnek. Nem végtelen időt, de elegendő időt ad. Aztán ebben a válaszában Jézusnak ott van a majd is, hogy lesz egy majd pillanat, amikor a kegyelemnek az ideje lejár. Vége lesz ennek az időszaknak. Mert le fog járni ez az időszak. Ezt mondja Isten igéje, ezt mondta Jézus is, hogy hamar visszajön, és akkor pont lesz téve a világnak erre az időszakára. Nem végtelen a kegyelem ideje. Ezért az egyháznak sürgető üzenetet kell képviselnie. Mert Jézus nem árulta el még a tanítványainak sem az időpontokat. Nem tudjuk az időpontot. Nem mondta el Isten az időpontot. És ezért az üzenet sürgető. Jézus úgy képviselte ezt az üzenetet, hogy sürgette az embereket. Nem altatta el, nem ámította hosszú időbe. Nem bátorította arra az embereket, hogy tolják előre a döntésnek a pillanatát az életükben. Hogy halogassanak. Nem sürgette, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Ha Jézus ezelőtt 2000 éve sürgette az embereket, akkor nem vehetjük mi sem félváról ezt az üzenetet. Igyekezz bemenni az Isten országába. Igen, belezárva az ajtó. Jézus mondta ezt. Kérded azt, hogy jól van, én szeretnék bemenni az Isten országába, de hogyan mehetnék oda be? Milyen feltételeknek kell megfelelni a határátlépéshez? Mert ha országról van szó, az Isten országáról, meg erről a világról, egy másik országról, amelyik az ördög fennhatósága alatt van, egy bukott országról, akkor kettő között határvonal van. És hogyha határvonal van, akkor vannak feltételek az átlépéshez. Figyeljük meg Jézus válaszát. Azt mondja majd azoknak, akik miután lejár az idő, a kegyelemnek az ideje, zörgetni fognak, kínrekedve zörgetni fognak az Isten országának az ajtaján, hogy beengedjék őket, azt fogja mondani nekik, hogy nem tudom, honnan valók vagytok. És Jézus ezt kétszer mondja ebben az igében. Egy nagyon fontos gondolat ez. Egy kulcs gondolat ez. Nem tudom, honnan valók vagytok. És ebben a gondolatban ott van a válasz is, hogy mi a feltétele annak, hogy belépjünk az Isten országába, hogy annak állampolgárai legyünk. A belépő nem más, mint a származásod. Honnan származol? Honnan való vagy? Azt mondja majd Jézus egyeseknek, hogy nem tudom, hogy honnan valók vagytok. Másoknak meg azt mondja, hogy gyertek be, mert ismerlek benneteket. A karantén időben is, amit most élünk, éltünk, és még egy rövid ideig fogunk élni, az országok hazaengedték a határaikon kívül rekett, vagy kívül dolgozó és hazatérni vágyó állampolgáraikat. De másokat nem engedtek be. Az állampolgáraikat hazaengedték. Jézus mondja János 10-ben, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár, és kijár, és legelőre talál. Azt is mondja ebben a részben, hogy az ő juhai, azok az emberek, akik benne bíznak és hisznek, az övéi, ismerik őt, ismerik az ő hangját, és ő is ismeri a juhait, a gyermekeit. És ez az ismerettség az, ami biztonságot ad az embernek. Nincs más ajtó. Nincs más átjáró, átkelő hely az Isten országában, csak Krisztus, és ezt hirdetem nektek. Ezt kell hirdessem nektek, de ez az Isten igéjének az üzenete, az egyetlen átjáró az Isten országába, Jézus Krisztus. Nem elegendő az emberi jóság, nem elegendő az emberi szelídség, nem elegendő a vallásosság, nem elegendő egyetlen prédikáció sem, egyetlen ima sem.
Nekem tínédzserként, aki egy hívő gyülekezetben nőttem fel, és hívő családban nőttem fel, nekem az egyik kísértés és az egyik gát, az egyik akadály a megtérésemben, az Istennel való szövetségkötésemben épp ez volt, hogy az emberi jóságra néztem, az emberi szelídségre néztem, ami megvolt nekem. És azt gondoltam, hogy ez teljesen elég arra, hogy Istennel rendben legyek. Átadtam magamat. Nem elegendő a jóság, a szelídség. Nem elegendő a jó vallásos élet. Nem elegendő az, hogy eljársz és hallgatod a prédikációkat, részt veszel az Isten tiszteletben. Hogy elmondasz imákat, nem elegendő. Nem fogja meghatni Istent az, hogy előtte ettél, meg ittál. Nem fogja Isten meghatni az, hogy ott voltál, amikor Jézus prédikált és tanított, ott voltál, amikor Isten tanítványai tanítottak téged. Nem lesz ez elegendő, nem hatja meg az Istent. Nem hatja meg az Istent, hogy te adakoztál a templom javára, az egyházad javára. Nem hatja meg az Istent, hogy úrvacsoráztál, hogy megkeresztelkedtél, hogy jótékonykodtál az ő nevében, és lehetne tovább sorolni, hogy mi mindent teszünk, amire jutalmat várunk, dicséretet várunk az Istentől, vagy jóváhagyást, hogy majd beereszten az ő országába. Az egyház sokszor, sok évszázadon keresztül tévelyget, és sok keresztény tévelyeg ma is, ebben a hiú reményben áltatva magát, hogy mivel megtesz dolgokat, ezért az Isten majd beengedi az ő országába. A gond az, és ezt ki szeretném emelni, hogyha nem vele éled az életedet, akkor bajban vagy. Ez a legnagyobb gond. Ha nem Krisztussal, ha nem az élő Istennel éled a mindennapi életedet, akkor bajban vagy. Egy banális példát hozok. Mit számít az, hogyha van feleséged, tudtok egymásról, de nem élitek együtt az életeteket? Eltávolodtatok, egyik országban, másik a másik országban van. A legtöbb időt nem együtt töltitek, nem együtt tervezitek meg az életeteket, nem együtt rendezitek a családotokat. Ott a gyűrű az ujjatokon, ott van az igazolvány, hogy házasságot kötöttetek valamikor. De hogyha nem együtt élitek az életeteket, akkor az házasság? Ilyen annak a kereszténynek is az élete, aki nem él együtt Krisztussal, csak a nevét hordozza, és távolról szemléli, és tudja azt, hogy van Krisztus, tudja azt, hogy van Isten. Reformátorok egyik fő gondolata ez volt. Egyedül Krisztus, sola Christi. A többi csak általa lehetséges, és benne nyer értelmet. A cselekedetek, a hozzáállás kérdése, a jóság, a szelídség, a vallásosság, a prédikáció hallgatás, az imádkozás, az adakozás, a megkeresztelkedés, az úrvacsorázás, az egyház és az egyházhoz való tartozás csak is Krisztusban nyer értelmet. Ő ismeri a juhait, és a juhai is ismerik őt. Az övéitől nem fogja megkérdezni majd, hogy kik vagytok, honnan jöttetek. Az övéitől ezt nem fogja megkérdezni. Az övéi nem fogják a határnál, nem lesznek megállítva, feltartóztatva, nem lesznek megmotozva, nem lesz utánuk nézve, hogy kik voltak, mik voltak, honnan jöttek, nem lesznek kényes kérdések számukra feltéve. Hanem azt olvassuk a Máté 25-ben, hogy Jézus majd azt fogja mondani, gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot. Krisztussal kell jóban legyél, vele kell szövetségben élj. Nem csak tudnod kell a létezéséről, nem csak hallgatnod kell őt. Krisztussal együtt meg kell hallja bűneidnek, és vele együtt fel kell támadj. Ilyen mély dolgokon nehéz és nagyszerű dolgokon át kell menjél vele. A bűneidnek meghalni, és egy új életre feltámadni. Jézussal együtt át kell menni a halál árnyékának a völgyén, a meghalásnak a völgyén, és vele együtt kell járd az új életedet. Szomorú a történetnek a befejeződés, amit Jézus elmond ennek az embernek, hogy majd milyen lesz az, amikor lejár a kegyelemnek az ideje. És először beszél az ő népéről, a zsidó népről, aki közé jött, és akik nem fogadták őt be.
És azt mondja, hogy ezek a zsidók, ti, akik között átmentem faluról falura és városról városra, majd nagyot fogtok ámulni és csodálkozni, és egy kellemetlen helyzet lesz az életetekbe, amikor fogjátok magatokat látni kirekesztve az Isten országából. Látni fogjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, a prófétákat, mind ott az Isten országába, és magatokat pedig kirekesztve. És azt mondja Jézus, hogy ez lesz annak a nagy fogcsikorgatásnak, annak a nagy gyötrődésnek a fő oka. Hogy ott lehetnél az Isten országába, de nem vagy ott. Hallottad Jézust, hallottad az evangéliumot, de nem közelítettél az Istenhez. Nem éltél vele együtt szövetségben. Fogcsikorgatás lesz. Majd azt mondja a zsidóknak, hogy azt is fogjátok látni, hogy akkor el fognak jönni napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz fognak telepedni az Isten országába. És Jézus beszélt a zsidóknak arról, hogy a pogányok felé hogyan fog kiáradni az evangélium. És hogy mennyi pogány be fog menni az Isten országába, hogy minden nép közül lesznek emberek, akik ott fognak ülni az Isten országába. Olyan népek, akiket a zsidók megvetettek, de olyan népek is, akikről soha nem hallottak életükben. Lesznek ott erdővidékiek is. És mekkora kegyelem ez? Te ott leszel? Kérdem tőled. Kérdi tőled az ige, kérdi tőle Jézus. Te ott leszel? Jézus nem szertartásokat, törvényeket követel tőled, hanem önmagát adja, a barátságát, a szövetségét. És ezért a belépés, a határátlépő az Isten országába ez. Szeresd az Urat teljes lényeddel, és az embertársadat is, mint magadat. Ez a határátlépő. Szeresd az Urat, légy vele élő, jó kapcsolatban, mindennapos kapcsolatban, folyamatos kapcsolatban. Mert ő is önmagát adja, érted? És ő is lehajol hozzád, és veled folyamatos szövetségi kapcsolatban akar lenni minden nap. Olyan nagyszerű az, amikor énekeljük, hogy minden nap veled leszek, fogom a kezed. Örülünk annak, hogy az Isten ilyen ígéreteket tesz. Olyan sokszor idézzük azt, amikor Jézus eltávolozott erről a földről, és a tanítványoknak azt mondta, hogy és én minden nap veletek leszek a világ végezetéig. Megmelegíti ez az üzenet a szívünket, ez az ígéret a szívünket, belekapaszkodunk. De nem kellene viszonozva legyen ez a mi részünkről is, hogy mi is kimondjuk ezt, Uram, én a mai napot neked szentelem, én veled leszek. És holnap is ezt mondod, és holnap után is, és az életed utolsó napján is ezt mondod, Istenem, ma veled leszek. Viszont fogom a kezedet, és nem engedem azt el. Végig akarom sétálni veled az életet, szaladni az életet. Veled akarok dolgozni, veled akarok családot alapítani, és gyermekeket nevelni. Veled akarok gyülekezetbe járni, prédikációt hallgatni. Veled akarok adakozni, adományokat osztogatni, jótékonykodni, veled akarom tenni ezeket a dolgokat. Veled akarok úrvacsorázni, veled akarok megkeresztelkedni. A te országodba akarok lenni. A szeretett közösség által válhatsz Isten országának a polgárává. A szeretett közösség által válhatsz Isten országának a polgárává. És a többi ezután következik. A többi ezután következik. És ebben lesz megáldva, ebben lesz kiteljesedve, ebben nyer értelmet. Másképp csapda. Másképp csapda. Szereted az Istent? És megingathatatlanul tudod-e azt, hogy ő is szeret téged? Kijársz és bejársz az ő jelenlétében? Pásztorlás alatt? Erre hívlak tégedet. Hogy tedd meg ezt. Lépj erre a szintre. Lépj át így az Isten országába. Gyere, ne gondolkozz sokat, igyekezz Jézushoz. És ha már Jézussal jársz, ne felejtsd, hogy sürgető dolgod van. Az egyház, amelyhez tartozol, missziós parancsot kapott, és kell, hogy teljesítse azt. Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tegyetek tanítvánnyá minden népet. A sátánnak az egyik kísértése jelenben az, hogy az egyházat elaltassa, hogy a hívőket elaltassa, hogy azt mondjuk, hogy még van időnk. Nem, Jézus igyekezett. Igyekezett, és Jeruzsálem felé
menve bement minden faluba, minden városba is hirdette az evangéliumot, és azt mondta az embereknek, hogy igyekezzetek bemenni az Isten országába. Bemenni a szoros kapu. Egyetlen egy kapu van. Szoros az átkelő, de nem lehetetlen. Szoros az átkelő, mert ott Krisztus áll. Krisztuson át mehetsz be. A vele való szoros közösségben mehetsz be. Krisztus a mi példaképünk. Krisztus a mi urunk. Krisztus a mi barátunk. Krisztus a mi szövetségesünk. Krisztus az ítélőbíró. Nem mehet be akárki, nem mehetsz be akárhogy. Csak vele szoros közösségben, ráhasonlítva, az ő képmásaként, általa az Isten gyermekeként. Kérd el ma Istentől azt, kedves testvérem, aki már Jézussal jársz régóta, hogy a következő héten kik azok, akiknek el kell mondd az evangéliumot. Kérd el az alkalmakat, kérd el a lehetőségeket, kérd el a bátorságot, kérd el a szavakat. Pál apostol úgy imádkozott az efézusi testvéreket, testvérektől azt kérte, hogy imádkozzanak érte, hogy adassék az iga szájába, hogy legyen bátorsága, hogy tudja azt úgy továbbadni, ahogy az Isten, hogy az Isten neve megdicsőjön mások megtérésében. Gyertek is imádkozzunk azért, mert van kapu az Isten országába, hogy ez a kapu Jézus Krisztus. Imádkozzunk azért, hogy bemehessünk ezen a kapun, és akarjunk bemenni, és hogyha még nem vagy bent, akkor most, ezekben a pillanatokban átlépheted az Isten országának a kapuját, mert kegyelmi idő van, és Isten megnyitotta a számodra. És hogyha már beléptél, akkor gyere imádkozz azért, hogy az Isten a következő napokban is vezessen téged emberekhez, akiknek bátran átadod az evangéliumot. Kérjük a Szentléleknek a munkáját az egyházra nézve, és kérjük, hogy a Szentlélek munkálkodjon a mi vidékünkön is, hogy az evangélium tovább áradjon, és emberek meneküljenek meg. Istenünk, áldunk téged azért, hogy ma szóltál hozzánk ezekből az igékből. Köszönjük, hogy elmondod az igazságot. Köszönjük, hogy helyre teszed az igazságot, amit mi szeretnénk elferdíteni, szeretnénk másképp értelmezni. Köszönjük, hogy helyre teszed az igazságot, amit a sátán és az ellenség hazugságá formál. Istenünk, köszönjük, hogy a te lelked által itt vagy ebben a világban. Köszönjük, hogy ott vagy az egyházadban, ott vagy a tieidnek az életében. És köszönjük, Istenünk, hogy erőteljesen akarod hirdetni az egyházzal együtt ma az evangéliumot, hogy akik megfáradtak, megterheltek, azok jöjjenek és vegyenek az élő vízből, járuljanak a bárányhoz, járuljanak a Krisztushoz, és Krisztuson keresztül lépjenek be az Isten országába. Köszönjük ezt a kegyelmi lehetőséget. Urunk, köszönjük, hogy a te veled való szeretett közösség az az útlevél, amellyel belépünk a te országodba. Istenünk, segíts, hogy meg tudjuk ezt lépni, és imádkozok, Istenem, azokért, akik már veled járnak régóta. Kérlek, Istenem, hogy ébresz fel, élesz fel bennünket, tedd sürgetővé a mi életünkben az evangéliumnak az üzenetét. Add, Istenünk, hogy készek legyünk a következő napokban, órákban is megosztani az evangéliumot azokkal, akik az útunkba kerülnek. Kérünk, hogy bátorságot, hogy látást, vezessél, drága Szentlélek, bennünket, hogy hogyan tegyük ezt, hogyan mondjuk el. Adj szavakat a szánkba, és adj bátorságot a szívünkbe. Köszönjük, hogy meghallgatsz, a tiéd legyen a dicsőség ebben a világban, és majd az elkövetkezőben is örökkön örökké. Amen. Kívánok számotokra áldott napot a családban töltött időben, a pihenésben, és kívánok nektek egy áldott hetet. Járjatok az Úrral, járjatok Istennel, és tudjátok azt meggyőződéssel, hogy Isten országához tartoztok. És merjétek bátran átadni az evangéliumot azoknak, akikkel összehoz az élet, akikkel összehoz Isten. Isten áldjon meg benneteket.